Nekem Isten a nagy döntések során mutatta meg azt, hogy mit jelent az, hogy belévetjük az életünket. Nekem a megtérésem is egy ilyen fordulóponthoz köthető, amikor teljességgel Isten kezébe kellett lerakjam az életem, és az ő igéje bátorított, hogy nem romlást tervez nekünk, hanem reményteljes jövőt. Volt egy nehezebb időszakom, amikor nem igazán tudtam azt, hogy merre menjek. Voltak terveim, de sokadik becsukódott ajtó után tudtam úgy megszólítani az Urat először az életembe, hogy vegye a kezébe, és akkor legyen az, amit ő akar, hogy az ő terve valósuljon meg teljességgel, és azt kell mondjam, hogy sokkal többet készített, mint amit én gondoltam, és nagyon hálás vagyok az Úrnak, ahogy így vezeti az életemet. Hát az én szakmám, amit így kaptam az Úrtól, ez a gyógytornász. Minden tulajdonságom, amit így kaptam az Úrtól, azt abszolút ki tud teljesedni. Szeretek az emberekkel foglalkozni, és nagyon jó lehetőség is akár arra, hogy így az Úrról beszéljek a betegeimnek. Nagyon sokan elcsüggedve jönnek, teljesen reményvesztettek, azt gondolják, hogy az ő betegségükből már nincsen semmi gyógyírás. Nagyon jó azt tudnunk, hogy Jézus rengeteg embert meggyógyított, és ő az egyedüli, aki képes a testünket meggyógyítani, de ami felettébb csodálatos, hogy ő elsősorban nem a testek gyógyítója, hanem a lelkek gyógyítója, és tapasztalom én is így a munkám során, hogyha tudok az Úrról beszélni, akkor a lélek gyógyulása, hogy az ő igéje gyógyítja a lelkeket, az kihat a testnek is a gyógyulására. Az Úr Jézussal járni olyan, mint aki nem egy homokos ingoványra építi az életét, hanem a kősziklára, és amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, az készítette el Isten az őt szeretőknek. Nekem a reménység az azt jelenti, hogy nem egy halott személyben, nem egy halott cselekedetbe vetem a bizodalmamat, hanem egy nagyon is élőbe, és Isten nem csak a földi életünkre szánt tervet, hanem annál sokkal többet tartogat számunkra. A halálból, a kétségbeesésből, a sötétség világából akar minket az életbe, a világosságba és a szabadságba feltámasztani, és ennek a bizonyossága egy sokkal nagyobb jutalmat tartogat, aki az élő Istenbe veti a bizodalmát. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Az Úr teremtett minket, Jézus Krisztus az egyedül, aki ismeri a szívünket, és ő tudja ezt a szívet erőssé tenni, és ez az a reménység, ami teljességgel fel tud minket tölteni az ő Szent Szelleme által.